30-40 vagy akár 100%-os áremelkedés jellemezte az elmúlt hónapokban a különböző élelmiszereket, főzési alapanyagokat. Ezért kénytelen a bátaszéki önkormányzat is növelni a helyi konyha által nyújtott étkeztetési szolgáltatás árait. Az előző fél évben ezt kormányzati intézkedés miatt nem tehették meg, így május hónapig 9 millió forintos veszteséget termelt a konyha. A gyermekeknél minimum 50%-kal növelik az étkeztetés árát, a felnőtt ebéd esetében azonban több mint 80%-os lesz az áremelés. Látjuk azt, hogy a szülők ilyen mértékű térítési díjnövekedést nem fognak tudni kifizetni. Így annak érdekében, hogy a gyermekek ne maradjanak étkezés nélkül, úgy döntött a képviselőtest, hogy az általános iskolai tanulmányokat folytató gyermekek számára egy 25%-os kedvezményt biztosítunk augusztus 1-től. A kedvezményre azok a bátaszéki lakhelyű általános iskolás korú gyerekek pályázhatnak, akiknek a családban az egyfőre jutó jövedelem nem éri el a 100 000 forintot. Nem volt az önkormányzatnak más lehetősége, hiszen rajta kívülállókokból történtek itt elsősorban az élelmiszerbeszerzésben a változások. És hát azt látjuk, hogy nagy valószínűség ezek a térítési díjak az év második felében még így sem lesznek tarthatók, hiszen azért július 1-től jelentős energia emelkedés is bekövetkezett, ugye ez nem tartalmaz ezek a díjak, tehát a vendégétkezésnek a költsége valószínűleg ott még drasztikusabban nőni fog még az év hátralevő részében. Az erre vonatkozó kérelem nyomtatványt már le lehet tölteni a hivatal honlapjáról. Arra számítanak, hogy közel 100 gyerek veszi majd igénybe a kedvezményt.